Mind a 34 vádpontban ártatlannak vallotta magát a bíróságon a volt amerikai elnök. Donald Trump óvadék ellenében el is hagyhatta a tárgyalótermet. A vád szerint a kampánypénzek elszámolásával van gond. A volt amerikai elnök azt mondta, a politikai indítatású boszorkányüldözés zajlik ellene. Titanilla. Ezzel a témával megyünk tovább, köszönjük a felvezetőt. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa vendégem. Jó estét! Jó estét kívánok! 34 pont, uh, 34 vád pont, ebben emeltek, a vádat Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Ez a 34 pont áll ennek az ügynek a hátterében, vagy valami egészen más? Hát formálisan mindenképp, bár a 34 az lecsökkenthető egyre, tulajdonképpen, ahogy elhangzott a felvezetőben is, mert, hogy egy kampányfinanszírozási a lehetőségéről beszélünk. Uh, tulajdonképpen itt a fő kérdés az az, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás esetében uh, egy bizonyos tétel, 120 000 dolláros tételnek az elszámolása az kampányfinanszírozásnak minősült-e, vagy pedig ami egyéb költségnek. Egy gyakorlatilag a változó arról szó, hogy ez kampányfinanszírozásnak számított volna, de ennek volt elkönyvelve. Ez egyébként komoly vált, tehát négy évig terjedő szabadságvesztés is járhat érte, valószínűleg, hogy ez lenne a vége a történetnek. Minden esetre a különböző narratívák már megjelentek nyilván a sajtóban is, értelemszerűen a kampányban is, úgyhogy vehetjük úgy is, hogy ez egy politikai fejlemény. Nyilván a jogászok erről vitatkoznak, hogy ténylegesen megalapozott a válva sem. Ez az igazság, hogy keveset tudunk. Tehát a 34 pontot szépen pontról pontra most már nagyjából ismerjük viszont az, hogy pontosan mi, 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 miért, döntött úgy Alvin Braga, a Manhattani ügyész, hogy konkrétan most akkor elindítja, legalábbis sor került a formális vádemelésre, azt egész pontosan még nem lehet tudni, ezt nyilván majd a következő hónapokban majd kiderül, hogy milyen olyan információkkal rendelkezik a vád, amelyek alapján ezt most mindenképpen kellett indítani. Politikai javaslata mindenképp van, ez gyakorlatilag már a 2024-es amerikai elnök választási kampánynak már is szerves része, akár akarták a a váremelők akár nem. Ha már említette Elvin Bregget, ugye a kerületi főügyészt, vagy menhetteni főügyészt, ugye őról a érdekes dolgok derültek ki itt a sajtóban, cikkeztek arról, hogy ő az ő kampányát Soros György támogatta, és maga Trump is úgy fogalmazott, hogy Soros György embere emelt ellenem vádat. Mit jelent ez? Miért nevezte Soros György emberének Elvin Bregget, illetve mit tudunk róla, illetve Soros Györgyről való kapcsolatáról? Az Egyesült Államokban ugye az a helyzet, hogy sok esetben az állami bírókat, bírókat úgy választják meg az Egyes Államokban. Ez azért ugye más mondjuk európai rendszerekhez képest, az egyik legszembetűnő például, ami most ez releváns lehet, hogy gyakorlatilag egyébként az ügyészekre is elmondható, ugye ők gyakorlatilag úgy kampányoltak még korábban valamilyen programmal a választók részére, akkor elvin Bragg esetében Ugye ez, mint ügyész esetében ez felmerült, hogy ő már a választási kampányában megemlítette, hogy ő szeretne majd, legalábbis célzott rá egyértelműen. Nyíltan nem jelentettek ide, azért célzott rá, hogy valószínűleg azért megpróbálná majd vádelemési eljárásra helyezni Donald Trumpot. Uh, nyilván ehhez joga van, tehát nem arról van szó, hogy ezt nem teheti meg, csak ez már akkor kialakult ez a kép róla, hogy van egy ilyenfajta elő, előítélete a volt elnökkel szemben tulajdonképpen ez egy visszatérő helyzet, tehát a mostani narratíva arról szól lényegében a republikánus oldalon, hogy menhettemben ebből a szempontból fair eljárással nem szállított Donald Trump. Nyilván ezt majd meglátjuk. Tehát alatt esetben a bíró dönthet úgy, hogy nem komoly a vád, és éppen ezért nem fogja semmi az esküt szégerítén Donald Trumpot. Egyébként a republikánusok nem erre számítanak, és kimondottan Trump ügyvédei, illetve hát a trump sem erre számítanak. Éppen ezért gyakorlatilag megjelent már a Trump kampány részéről az, hogy Alvin Bracknek a különböző hátterében lévő hát érdekcsoportok is állhatnak az ügy mögött. A dolog azért érdekes, mert furcsa módon magából a vádemelésből a Trump kampány is hát, profitál ilyen értelemben, politikai szempontból rövid távon, de a demokrata oldal is profitál belőle, mert egyébként mindkét félnek az az érdeke, hogy 2024-ben majd Donald Trump induljon az elnökválasztáson, csak persze ezt még korai kijelenteni, hogy ez így is lesz. Bregnek, visszatérve még az ügyészre, ugye mi Bregnek voltak vitatható döntései, szintén cikkezett erről a sajtó, hogy például nagyon. Ö lazán kezelte a különböző bűncselekményeket, például a rablásokat, a fegyveres rablásokat egyszerű lopásokkal minősítette, át, bizonyos által a kisebbnek vélt ügyekben nem is emelt vádat. A Fox News azt, azt úgy fogalmazott, hogy nagyon veszélyes, hogy az ország legveszélyesebb politikai döntéseit hajtotta végre. Ez általában az ügyészekkel szemben, éppen úgy említettem, az állami ügyészekkel szemben egy visszatérő panasz, ugye úgy választják meg az állami ügyészeket, ezért ők valamilyen kampány során, ez általánosítás, de általában azt ígérik a válaszopolgáratnak, hogy keményen fellépnek majd az adott állam hogy ott városban a bűnözés ellen, és Elvin Bragg esetében valóban felmerült az a gondolat, hogy ő a, hát a bútja révén úgy gondolta, hogy sokkal inkább célszerűbb, hogyha a kisebb szabálysértések esetében, és persze ez megint szubjektív, hogy mit értünk kisebb szabálysértés alatt, de a kisebb szabálysértések esetében nem lesz olyan kemény fellépés az ügyészség részéről, mint amennyi a korábbi, vagy amennyire a korábbi éveben jellemző volt. Éppen ezért erős a kontraszt ebből a szempontból a, a, standard eljárás, vagy a standard hozzá, általános hozzá illetve hát a Donald Trump elleni eset között vietek itt ebben. Ezt nyilván kihasznál majd a Trump-kampány. ezért is mondom, hogy ebből a szempontból profitálni fog belőle. Az más kérdés, hogy hogy mennyi több lesz szavazatot fog szerezni ez a Trump kampány majd közép, illetve hosszú távon. Rövid távon mindenképp a saját bázisát megmobilizálni mobilizálni tudja vele, pont azért, mert van egy, ilyenfajta érzés, egyébként különösebb narratív alkotás nélkül is, hogy ebből a szempontból van egyfajta kettős mérce körvonalazódóban, és ebből a szempontból nem kell komolyabb kommunikációt folytatnia a Trump kampánynak ahhoz, hogy ez jobban érződjön. Hát a Trump szimatizások körében semmiképp se, de minden esetre általában a republikánus szavazók körében. Szólt arról is, hogy ellenkeresetet is indíthatnak Trump ügyvédei, mert hogy ugye Breck hivatalából már kiszivárgott az, hogy 34 pontban fogják megvádolni a volt elnököt, és, ugye, hogy, és ez a szövetségi szabályok szerint bűncselekmény valóban. Ezt sem lehet egyértelműen tudni, mert azt tudjuk, hogy kiszivárogott a 14 hát több is gyakorlatilag az elmúlt hetekben. A dologhoz hozzátartozik, hogy valamennyire a Trump kampány is, vagy a Trump csapat is szivárogtatott. Ja, emlékezünk emlékezzünk vissza, hogy körülbelül két héttel ezelőtt maga Donald Trump jelezte, hogy majd napokon belül vádat emelnek ellene. Aztán ugye nem történt meg a vád emelés, végül aztán mégiscsak sor került rá. Ezt, vitat, ezt, ezt gyakorlatilag még vitatott, vagy legalábbis még. Nem valószínű, hogy utána járnak egyébként, de hogy pontosan miért, hogyan és milyen úton Történtek a kiszivárogtatások. Megjegyzem, ennél sokkal komolyabb ügyben is sor került már erre. Ugye emlékezzünk vissza, hogy tavaly nyáron, amikor a Lefelső Bíróság ugye a Rókontra védjogesete, de visszamenőleg az abortuszra vonatkozó szövetségi szabályozás egyébként megfordította, ott is kiszivárgott már az erre vonatkozó hát tervezet. napig nem tudjuk, vagy csak sejthető, hogy igazából milyen, milyen úton, módon történt ez meg. Szóval ilyen szempontból elképzelhető hogy Alvin Braggék szivárogtattak elemeket a sajtó részére, de ezt még nem tudjuk egyértelműen, hogy ez csak Alvin Bragg az ügyészség részéről tette volna, vagy például ott esetben a Trump csapat is szivárogtatott volna ilyen információkat. Közben ugye, amikor Donald Trump haza hazatért a meghallgatása után, akkor mondott egy beszédet, az otthonában, ugye ott összegyűltek a különböző szimpatizánsok, és nagyon erős kritikákat fogalmazott meg Joe Biden jelenlegi amerikai elnökkel kapcsolatban, hogy azt mondta, hogy Amerika a pokol felé tart, és Biden a világháború felé kormányozza az országot, hogy a világháború felé tart a világ, és hogy azt is mondta, hogy ha ő lenne az elnök, akkor soha nem merülhetne fel, hogy nukleáris fegyvert használ esetleg egy másik, egy ország, egy másik ország ellen. Ö, ez már itt a kampány része lehet Donald Trump részéről? Mindenképp ezért is mondom, hogy ebből a szempontból a 2021-es elnök választási kampánynak a részét láthatjuk. Nyilván a kampány már ettől függetlenül is zajlik. Tehát amióta maga Donald Trump is, meg esetleg Nikki Haley, illetve Hutchinson, mások is egyébként republikánus sorban, de főleg ez a három nagy gyerült, aki bejelentette az indulását, vagy indulási szándékát a 2024-es amerikai elnökválasztáson. Értelemszerűen innentől kezdve már zajlik egy kampány, de ez a konkrét Biden mondtam, kimondottan javít a Trump kampánynak a helyzetét, legalábbis az előválasztáson, ezért nem csoda, hogy ezt, megelő, ezt követően gyakorlatilag tartott egy Hát sajtótájékoztató, de tényleg vehetjük ezt kampányrendezvénynek is. Egyébként, ha megnézzük a beszédet, akkor tényleg aránytalanul sokat beszélt, kimondottan a vádemeléshez szorosan nem kapcsoló ügyekről, például az említett gyakorlatilag külpolitikai, illetve gazdaságpolitikai kérdésekről a Biden adminisztráció. Van használ. alapja egyébként ezeknek a kritikáknak? Joe biden kapcsolatban? Mert itt azért Joe Biden népszerűsége elég lent van, míg Trumpé viszonylag magas. Ö, nyilván republikánus szemmel ennek van jogalapja, ugye itt szóba jött ugye, a külpolitikai is kimondottan ugye, a nukleáris fegyverek alkalmazása, vagy legalábbis a, az elrettentés kérdése. Ugye a republikánus oldalon az orosz-ukrán háború kapcsán az egyik visszatérő kritika a Biden adminisztrációval szemben, hogy a politikai elrettentésre nem került sor, tehát 2022 február 24-ét megelőzően nem került sor, hat, sikeres elrettetésre legalábbis. Ugye ezt ez egy elméleti kérdés, tehát ezt nehéz vitatni, lefett száfolni is, minden esetre a republikánus oldalon ez megjelent ez a gondolat, nem csak trampi politikusokról, az, hoz, politikusok részéről ezt hozzá kell tenni. Gyakorlatilag ezt a narratívát vette elő Donald Trump most, hogyha ő lenne elnök, ugye ő arra tud építeni, hogy a négy év alatt nem történt, nem került sor komolyabb katonai konfliktusra az Egyesült Államok szövetségese, illetve a potenciális ellenfelek között. Nyilván ez egy narratíva, tehát ezt helyén kell kezelni ilyen szempontból, de mindenképp számíthatunk hasonló kommunikációra a következő hetekben, vagy hónapokban, függetlenül egyébként a Menhetemben zajló vizsgálattól. Csizmazia Gábornak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.